25 millió forint áll rendelkezésre a civilek támogatására Nyíregyháza jövő évi költségvetésében. A helyi lehetőségeken kívül állami pályázatokra is jelentkezhetnek az érintettek. Köszöntöm a stúdióban Petneháziné Bugán Magdolnát, a Nyíregyházi Civil Fórum elnökét. Jó estét kívánok! Mielőtt a helyi pályázati lehetőségekről részletesebben is beszélnénk, kezdjük az állami lehetőségekkel. Itt mi az, ami még nyitva van, hiszen van, aminek már le is járt a határideje? Így van. A 200 ezer forintig a Nemzeti Összetartozás alappályázat van nyitva december 20-áig. Ez tulajdonképpen formálisan pályázat, el kell készíteni, ez elsősorban működésre adott forrás. El kell készíteni a pályázatot, de a pályázat, ha érvényes és eleget tesz a formai követelményeknek, akkor beérkezési sorrendbe, ameddig a keretösszeg ki nem fogy. Ez igen jelentős, tavaly is tulajdonképpen mondhatom, hogy mindenki, aki ezt a formát választotta, ez tulajdonképpen aki biztosra akart menni, illetve azok a szervezetek, akiknek viszonylag kisebb költségvetésűek, könyvelési díjra és apróbb rendezvényekre elég, ez 200 ezer forintig terjedő működési pályázat, de fontos elmondani, hogy ez a jövő évi működésre való, tehát január 1-től 2020. december 31-éig. Nos, akkor mi az, amire ez a 25 millió forint elég lehet? Nyíregyháza költségvetéséből. Igen, 25 millió forint az éves civilekre szánt pályázati keretösszeg, mert azért ezt el kell mondanom, hogy egyedi és egyéb civil támogatások még léteznek. Ez mindig kétszer kerül kiírásra. Egyszer, ami most van éppen megvalósulás alatt, a karácsonyi pályázatok. Ez általában generációkon átívelő generációs pályázatok, illetve hát amit nap mint nap látunk itt a városban közlekedve, a Lapcsánk, a Sütéstől, a nyugdíjas egyesületek, a fellépés, műsorok, ruhák, ezek mind ebből a pályázatból valósulnak meg, illetve ebből egészítik ki a szervezetek. A másik fontos, amiről a közgyűlés e hónapban döntött, az pedig a szintén december 20-áig beadható 2020-as évben megvalósuló rendezvényekre. Ezek a pályázatok 5 kollégiumban van. Van ifjúsági alap, közbiztonsági alap, sima civil alap. Ez az 5 kollégiumba adható be, minden szervezetnek célszerű egy kollégiumban, de környezetvédelmi alap is van. Ebben vannak óvodák, akik kertépítésre, játékvásárlásra, és szintén ez is működésre. Fontos elmondanom, hogy ez március 1-től megvalósuló, tehát aki nyer, az akkortól tudja ezeket a pályázatokat megvalósítani. Ennek az adatlapjai a nyiregyhaza.hu oldalról letölthetők. Elég sok kötelező formai követelmény van, nyomtatvány, amit vagy nullásan, vagy egyébként ki kell tölteni, de a civilházban állunk rendelkezésre a városlakóknak. Fontos, hogy Nyíregyháza közigazgatási területén belül működő civil szervezetek, és hát azt szokta a város, illetve a közgyűlés preferálni, hogy elsősorban Nyíregyházán megvalósuló tevékenységekre. Tehát a NEÁS pályázatokat inkább arra szoktuk javasolni, hogy határon túli kapcsolatokat ápolni vele, vagy dunántúli egyesületekkel fölvenni a kapcsolatot, az a pályázat erre nagyon jó. De ez a városi pályázat, hiszen a közgyűlés és a városban élők, így van, élők érdeke az, hogy itt valósuljanak meg. Ezekkel a pályázati eredményekkel szoktunk találkozni, bár mindig közé is van téve, de a hétköznapi városlakó a nyiregyháza.hu-n, illetve a Hello Nyíregyházán, a Térpák napon és különböző városi rendezvényeken, kisebb közösségek, azért ez iskolák, mint mondtam az előbb, óvodák életében, sok helyen, és jó segítség ez a szervezeteknek. Milyen feltételeknek kell megfelelniük ezeknek a civil szervezeteknek? Hány éves működéssel, vagy hány lezárt évvel kell rendelkezni? Általában most már minden pályázat már az a múlté, hogy 3 lezárt év, előző évi is, mivel most kell beadni, értelemszerűen nem a 19-es, hanem 18-as lezárt pénzügyi év, illetve a bíróság, ez a NEA-nál is feltétel.
a bírósági igazolás, hogy valóban leadta közhasznú szervezeteknél különösen, és aláírási címpéldány, tehát a szokásos ennek, de most már nagyon kevés pályázat az, ami nem előző évi lezárt évet kérnek a pályázatok, tehát szoktak hozzám jönni, hogy civil szervezet megalakultak, és akkor hová pályázhatnak. Én azt gondolom, hogy nagyon jogosan a civil szervezetnek, hiszen egy civil szervezet azért jön létre, mert segíteni akaró emberek szövetsége ez. Tehát előbb egy kis saját munkát bele kell tenni ahhoz, hogy tartassuk. Milyen összegeket nyerhetnek a pályázók? A városi civil pályázaton hát elég nagy a szórás, és a közgyűlés is eléggé megnézi azt, hogy minél nagyobb társadalmi nyilvánosságot kapjon, tehát értelemszerűen mondjuk egy zárt körben működő, bár egy nagyon értékes nyugdíjas szervezet, ha csak nem olyan a tevékenysége, mert azért ebből is találkoztam én már, nagyon sok fellépőruha, stb. Mondjuk egy iskola közösség, egy más, de hát általában olyan 100 000 van, de láttam már 3-400 000 forintosat is, illetve láttam már 30 000 forintosat, és mindig, ahogy a bizottság eldönti, hogy mennyire széles társadalmi réteget érint. Akkor még egyszer december 20, ez a így van, ez a kulcs. Én azt gondolom, hogy az év véget is fog érni, remélhetőleg mindnyájunk számára, akkor már a karácsonyi ünnepekre készülünk. Igen, addig be kell adni. Petneházi Nébugán Magdolnak köszönjük szépen, hogy tájékoztatott bennünket erről ma este. Köszönöm én is.